A koronavírus a tavalyi évben a bukovinai székelyek országos szövetségének programjait is eltörölte. Illés Tibor a szövetség elnöke, a 2021-es évvel kapcsolatban már derülátóbb. Az idei tervezett programokról mesél nekünk. Úgy gondolom, hogy inkább az év második felére próbálunk összpontosítani, bízva abba, hogy akkora már talán felszabadulunk, ugye itt a járványról van szó. Úgyhogy úgy próbáltuk az éves programunkat is tervezni, hogy júliustól induljon. Ugye az első programunk, ugye már a 32. lesz a néprajzi táborunk, amit most Kismányokon fogunk ugyancsak megint megrendezni. Ugye ez nem csak gyermekeknek, mint az előtt, hanem felnőtteknek is szól. Tehát egy ilyen összevont táborra gondoltam, illetve családokat például meghívni, ugye, mint ahogy tavaly is volt. És akkor meg is tudják élni, esetleg otthon is, ami tanultakat, hiszen fafaragás, szövés, tavaly még egy kis festészet is benne volt, szobrászat, tehát ilyen művészeti dolgokat is vettünk. Úgyhogy tánc, ének, ugye, ami elmaradhatatlan. És hát még az idei évben még gondoltam arra esetleg, hogy a népzene is talán kapcsolható lenne, hiszen örülnénk, hogyha kinevelhetnénk ugye az együttesek részére is egy ilyen generációt, tulajdonképpen fiatalokból, akik tudnának zenélni. És itt a táborról azt szeretném, hogy én minden programot szeretnék kinyitni. Tehát ugye bemutatni, és hozzánk kapcsolódjanak, ismerjék meg a kultúránkat. Természetesen a tagegyesületeink az elsődleges, akik részére ugye vonatkozik ez. A Bukovina Fesztiválról, hát ez nehéz beszélni, hiszen ugye nemzetközi fesztiválról lévén szó. Itt még az egész rendszer, hogy fog majd összeállni, ugye annak a függvénye. Aláírás megtörtént, tehát maga a fesztiválnak az aláírása, hát majd szerződésnek az aláírása. Hát majd meglátjuk, hát ez tényleg még kiforja magát. Bízunk benne, hogy meg lesz, de hát ezt majd a lehetőségek adják meg. És akkor lenne ugye ugyanúgy a Mári gyűjtőn ugye a búcsunk, ami szokott lenni a székely búcsú, ez augusztus végén van. És akkor a kismányoki búcsú ugye, amit tulajdonképpen október 9-én lenne, itt meghívtuk a püspökatyát, ugye örülmel elfogadta, úgyhogy nagyon örülünk, hogy a pécsi püspökünk, az új püspökünk is részt tud venni. Különösen szeretnénk ezt picit megemelni, hiszen ugye 80 éve, hogy a bukovinai székelyek eljöttek Bukovinából, és így úgy gondolom egy szép ünnepséget szeretnénk ebből rendezni. Az egylet az őszi és téli időszakban sem szűkölködik majd programokban. Novemberben lenne a Nisztor Bertalan országos szóló énekversenyünk, ez a második alkalommal kerülne megrendezésre. Hát ide már ugyanúgy várnánk, mint ahogy elmúlt időben is vártuk, ugye a külhoniakat is, szép számmal jöttek is, hát bízom benne, hogy most is lesz már lehetőségük részt venni. Novemberben terveznénk, ugye ezt tavaly is terveztük, hogy Szabadkára elmennénk, és a Zentai úti temetőbe, hiszen ott van az a 42 férfi, akit lelőttek, ugye, és 44-be, és ezt végül is rendszeressé tenni évről évre, és egy picit megemlékezni róluk, és összevonni talán az aldunaiak programjával. Idén is megrendezésre került továbbá a kézműves műhely, ahol az idősebbek a népviseleti öltözetek készítésére tanítják a fiatalokat. Ebben az évben a férfiak ruházata lesz a téma. És hát készülünk ugye a karácsonyi időszakra, hát ezzel kapcsolatban is van elképzelésem, nagyon örülnék, hogyha sikerülne a városon belül ugye egy ilyen összevont karácsonyi, hiszen van, tudom, de itt a hagyományokról, tehát az például ami nálunk ugye a csobányolás, ugye ugyanúgy a felvidékieknek hasonló biztos van, vagy a németeknél. Tehát ezeket örülnék, ha egy kalap alá lehetne hozni, és akkor egy ilyen közös program, egy ilyen ünnepség keretén belül be tudnánk mutatni. Januárban a szervezet disznóvágással és a minden évben megrendezésre kerülő közgyűléssel szeretné indítani az évet.